2019. szeptemberében indult el a Lázár Ervin program, mely minden általános iskolás számára biztosítja, hogy részt vegyen valamilyen kulturális rendezvényen. Az Emmi által indított kezdeményezésnek köszönhetően a gyerekek eljutnak koncertekre, komoly zenei hangversenyekre, színházi, bábszínházi előadások részesei lehetnek, de cirkuszi bemutató is szerepel a lehetőségek között. A pápai, az ajkai és a devecseri járási iskolákban az első osztályosok bábszínházi előadást láthattak a Pegazus Színháznak köszönhetően. A Lázár Ervin program jó lehetőség arra, hogy minden diák részese legyen valamely kulturális élménynek. Magyarország kormánya eldöntötte, hogy ő azt szeretné, ha Magyarországon az általános iskolába járó gyerekek mindegyike, kivétel nélkül mindenki, jusson az alapfokú oktatási ideje alatt, tehát az általános iskolai idő alatt olyan élményekhez, amit esetleg maga nem engedhet meg magának. Ez azt jelenti, hogy különböző évfolyamoknak más-más kínál ez a program, de bábszínháztól, élőszínházon át, megyei nagyszínháztól, a budapesti fővárosi nagy-nagyszínház, akik beleértve cirkuszi produkcióig, komoly zenei koncertekig, sőt, magyar őshonos állatokat bemutató helyekre való eljutást is, ez mind az állam finanszírozza egyszer egy esztendőben annak az évfolyamnak, kinek mi éppen jár. Na most ezt ugye a minisztérium szervezi, bonyolítja, de a konkrét életet szervező dolog, hogy ez mikor, hogyan, mint legyen, az pedig ugye már az oktatási intézményeket irányító klik dolga. És hát így kerültünk tulajdonképpen mi is képbe, hogy a minisztérium ugye felkért bennünket is, mint sok-sok színházat, hogy vegyünk ebben a programban részt, és megkeresett bennünket, ugye a megkerestek a klikkek. Egy picit a szervezésben nehéz volt, hogy ez már az elindult évadban történt meg, és így hát ugye az alapban színházi életként szervezett saját életünkbe kellett beilleszteni, mert magát a célt mi is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és hát én elismerendőnek is fogalmazom, és hát így annyit tettünk meg nagy örömmel, minden nagyon-nagyon meghúzva az időpontokkal, hogy a pápai tankerület összes iskolájában mi játszottuk az első osztályosoknak a bábszínház, hiszen nekik az első osztálynak tulajdonképpen ez jár. Ez annyiban más, mint egy alapszínházi élmény, hogy nem hozzánk jöttek, hanem ezzel is igyekszik, gondolom én, segíteni az állam a gyerekeket, illetve az oktatási intézményeket, hogy mi mentünk ki. Kértünk mindenhol, hogy lehetőleg ugye amit a körülmények adnak, de jó játszóhelyeket biztosítsanak a színházi élmény miatt, és hát nekünk ez egy nagyon-nagyon szép sorozat volt. Jó napot! Jó napot! Mimi! Kakas! Hát te, most keltél ki a tojásból? Eddig még nem láttalak erre. Pedig én mindent látok, és mindent tudok, ami az udvarban történik. Én vagyok Bundi, a kutya. Én vigyázok itt a rendre. Saját farkam! Majd kutya leszek.
Én is velős csontot fogok ropogtatni. És a holdat is megugatom. Sarkali Nagy László Kukurikú című története épp az elsősökhöz szól. A programban jogosan, ugye az volt a kérés a hirdetőktől, hogy ha már úgyis homogén korosztályról van szó, tehát nem úgy, mint egy általános bábszínházi előadáson, hogy mondjuk van elsős is, meg negyedikes is, itt csak elsősök, ezért kérték, hogy amennyiben ha módunk van rá, akkor egy olyan előadást, ami célzottan a korosztálynak szól. Így aztán igazgató kollégám Sarkadi Nagy László ugye fogta a tollát, és azt mondta, mint alapban ő is általános iskolai tanító, aztán színházi szakember, hogy akkor egy iskolát kezdő, egy új világgal megismerkedő, számos kihívással bíró, mert hát azért ez egy nagy dolog első osztályosnak lenni, kérem, egy általános iskolában. Témához kapcsolódva írt egy Kukurikú című mesét, aminek a főhőse, na, hogy egy kis kakas, aki éppen most bújik ki a tojásból. És aztán meg kell, hogy találja a dolgát a világban. Egy nagyon vidám, gyerekeknek szóló, színes, rengeteg zenével tarkított élvezetes előadás kerekedett ki ebből. Ugye az út indulás, hogy ő rájön, hogy hol van. Hát ez egy baromfi udvar. És bár mindenki sok-sok-sok állattal találkozik a történetben, tudja ő, vagy tudják ők, hogy ő egy kiskakas, csak éppen mindenki a saját dolgával van elfoglalva, naná. A kiskakas pedig próbálja kideríteni, hogy neki mi a dolga. Hiszen próbál ő kecske lenni, ló lenni, galamb lenni, és mindenki, akivel találkozik, de hát értetetlen módon a többiek mondják, hogy ez nem való, hát ez nem így kell tenni, találd meg a saját dolgodat a világban. És a végén természetesen a boldog végkifejletés, a katarzis az, hogy a felkelő nap fog neki segíteni, aki azt mondja neki, hogy hát köszönts engem, kis kakas, és így megvan a dolga a baromfi udvarban és a világban ezek után. Gyere, kis kakas, gyere velem ugrándozni, gyere játszani, de... Nincs kedve ugrándozni. Ugrálgassál egyedül. Jaj, valami baj van, kis kakas. Nem tudom, mi a dolgom a világon. Nem tudom, mit kell csinálnom. Jaj. Tudnál nekem segíteni? Sajnos nem. A darab szereplői Waller Kata és Németh Ádám. Nagyon nagy szeretettel fogadnak minket mindenhol, ahol a Pegazus Színház egyébként játszik ott, ugye, régi ismerősként üdvözölnek, hát engem is régi ismerősként üdvözölnek meg a Laci világát, amit most oda viszünk. Ahol pedig új helyszín van, ahova visszük ezt a mesét, ott nagy várakozással vannak, és nagyon örülnek mindig a végén. Tehát ragyogó szemű gyerekeket látunk, akik végigmulatnak 50 percet. Egy jó tapasztalás ez most. Nekem külön azért, mert nagyon sok szerep van benne, az Ádámnak pedig szerintem azért, mert ő most csöppent bele a Báb Színház világába, így nagyon közelről, és egészen jól vette ezt az akadályt. Úgyhogy annyit mondhatok végül is, hogy szeretünk együtt játszani, és szeretik a gyerekek is. De nem csak előadások kapcsolódnak ehhez a programhoz. A Lázár Ervin programon belül, még amiben egy kicsit mi is érintettek vagyunk, van egy iskolaszínházi képzés. Ez azt jelenti, hogy azok a pedagógusok, akik egy kicsit mélyebben érdeklődnek a színház iránt, a színházi nevelés lehetőségei iránt, nekik indított el, ez viszont a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjában történik, egy képzést a minisztérium, és hát ők egy kicsit jobban beletekinthetnek ebbe a dologba, hogy mi színházként mit is adunk, azt ők tulajdonképpen szakértőbb pedagógusként egy kicsit hogyan fogják, hogy dolgozzanak a gyerekek, mit is jelent igazán szakmailag áttekintve az, hogy színházi élmény, és ebben a képzésben is részt veszünk, hiszen igazgató kollégám most már a második tanfolyami csoportot
vezeti, tehát egy ilyen képzés már lezajlott, itt a Pegazus Színházban indítottuk útjára ezeket a kollégákat. Az információk szerint tervezik a program folytatását. Bár konkrét felkérésünk még nincs, de már elhangzott a médiában is, hogy ezt a programot, magát a Lázár Ervin programot, ezt szeretnék állandósítani. Tehát készüljenek rá a színházak lehetőleg, hogy ezt építsük be a tulajdonképpen évados működési rendbe, és nagyon-nagyon reméljük, hát ugye még most a jövő tanév kezdete kicsit még arrébb van, de hogy folytatódni fog ez a program, és akkor mi is úgy készülünk, hogy már az amúgy szoros játékrendbe, azért beleférjen ez a fontos dolog. Na hát, felkelt a nap, de gyönyörű. Köszönj engem, kis kakas! Ilyet még nem hallottam. Ezt nem így kell csinálni. Mutasd meg, hogyan kell! Senki sem tudja megmutatni. Nem is kell. Tudod te azt magadtól is. Tátsd ki jó nagyra a csőrödet, és kukorékolj! Na, gyerünk, kis kakas, próbáld meg! Jó, megpróbálom. Kukorékó. Gyerünk, kis kakas, csak bátran! Kukorékó! Kukorékó! Ez az, kis kakas! De szépen kukorékolsz! Kukorékó! Felébresztettem a napot! Én keltettem fel a napot! Én egyedül! Én a kis kakas! Van, aki szeret döntéseket hozni, van, aki nem. Viszont az érdekes lehet, hogy egy szerelmi történet alakulását befolyásolhatjuk döntéseinkkel. Erre kínál lehetőséget Mészáros Dorka könyve, a Kiszámolós. Fiataloknak íródott a könyv, de nem csak nekik lehet érdekes, hangzott el a könyvbemutatón, melynek a Jókai Morvárosi Könyvtár adott otthont. Mészáros Dorka első könyve 2016-ban jelent meg, ez volt az Én vagy senki, egy ifjúsági krimi. Ezúttal műfajt váltott, de korosztályt nem. Van egy ilyen küldetéstudatom a tinik irányában, én nagyon szeretnék nekik írni, szerintem egy nagyon érdekes és nehéz korszakban vannak, és úgy gondolom, hogy ők tudnak partnerek is lenni, meg érdemes feléjük nyitni, esetleg tanítani nekik egy-két dolgot, meg hogy ők is jól érezzék magukat, de egyébként nem csak tiniknek szeretnék írni. A novelláim azok már inkább felnőtteknek szólnak, úgyhogy remélem, hogy nem sokára egy könyvet is akár ki tudok adni felnőtteknek, ami valószínűleg egy krimi lesz. A kiadó kérte fel, hogy írjon egy kalandválasztós könyvet, amelyben az olvasó dönti el, merre vezeti a cselekmény fonalát. Lapozgatni kell benne a választások alapján, igazából egy szerelmi történet, viszonylag egyszerű. Főszereplőnknek három fiú tetszik, és elmegy egy házi buliba, mind a három fiú ott van, és nagyon hamar kiderül, hogy mind a három fiúnak tetszik ő. És hát akkor most mi legyen? Nagyon fontos, hogy a választásokban nem csak a fiúkat lehet választani, hanem a barátokat is, tehát nem muszáj úgy véget érni a történetnek, hogy ő most valakivel összejön, hanem, sőt, még csak nem is kell csókolózni az adott sráccal, olyan is előfordul, hogy ugyanúgy egyedül végzi az éjszakát. 24 féleképp végződhet a történet a választások lehetőségei alapján. A befejezések között nincs két egyforma, eltérnek hangulatokban, érzésekben, cselekményben. A választások könyve már a borítónál válaszút elé állít, hisz három különféle külsővel került a boltokba a kiszámolós. A többféle borító az én ötletem volt, mert amikor a kiadóval azon dolgoztunk, hogy milyen legyen a borítón lévő lány, akkor nekem úgy igazából egyik sem tetszett igazán, és nem tudtam eldönteni, hogy most melyiket szeretném, és akkor mondtam, hogy hát mi lenne, hogyha úgyis van egy ilyen választás is a könyvben, hogy akkor a főszereplőnk Birdy hogyan nézzen ki a házi buliban, hogyha három különbözővel adnánk ki, és akkor már így is végül is egy választásra kényszeríti az olvasót, mert maga az, hogy melyik borítóhoz vonzódik jobban.
A bonyolultnak tűnő rendszert pontosan felépítette a szerző. Először csináltam egy szinopszist, majd a szinopszis mellé csináltam egy ilyen választás ábrát, hogy tudjam azt, hogy miből mi következik, és hogy ugye hát, hogy ugyanakkorák legyenek az egyes részek, mert ez nem olyan, hogy mondjuk vissza lehet lapozni a történetben, hanem lineárisan bomlódnak ki a cselekményszálak, és így 24 féleképpen lehet végezni a történetet. Amellett, hogy a borító is már választásra késztet, a cím is sokat sejtett. A cím az egy érdekes történet, mert olyan szempontból is, hogy nekem ez volt a munka címem, és nagyon sokat gondolkodtunk szintén a kiadóval azon, hogy mi legyen ennek a címe, és én rengeteg címet összeírtam egyébként, mert én úgy gondoltam, hogy ez csak a munka cím, jó, így volt a mappámban, hát ennyi, és akkor végül is azt mondták, hogy maradjon kiszámolós. Hát mondom, jó, rendben, végül is. Ha ők úgy gondolják, ehhez annyira nem értek, tehát, hogy ezt rábíztam így a szerkesztőkre. Én azért adtam neki ezt a munkacímet, mert mint a gyerek kiszámolósok, ez az ecpec kimehetsz, hogy kiszámoljuk, hogy melyik fiú tetszik akkor nekünk. Tehát az az ötlet, ez onnan jött. A főhős Bördi verseket ír. Ezeket nem Mészáros Dorka, hanem párja Zsidró Dominik írta, aki maga is nagyon fiatalon az első szerelem hatására kezdett versírásba. Mint mondta, nem volt könnyű egy 15 éves lány fejével gondolkodni, de aztán rátalált a megfelelő stílusra. Nagyon sokat segített, hogy ugye ott voltunk egymás mellett. Én, ahogy a Dorka írta a történetet, én úgy olvastam, és úgy küldtem neki a verseket, és akkor meg visszaküldte, hogy ezzel mi a baj, azzal mi a baj. Aztán egyszer ráéreztem, és utána már nem is küldte vissza, mert hogy jó volt. Mészáros Dorka kommunikációs szakértőként dolgozik. Az írás a szabad idejének szenvedélye. Az a helyzet, hogy alapból úgy vágtam neki ennek, amikor elkezdtem, hogy én tudtam azt, hogy Magyarországon ebből nem lehet megélni. Frey Tamással hallgattam egy beszélgetést, és ő is elmondta, hogy ha csak a könyveiből, pedig az ő könyvei mindig nagyon jól mennek, ha csak abból kellene neki megélni, nem tudna, egyszerűen kvázi lehetetlen. Ugye nagyon pici a piac, nagyon, és kevesen is olvasnak. Ráadásul a tinik meg még kevesebben olvasnak. A szerzőt arról is kérdeztük, mi kell ahhoz, hogy valakinek ilyen fiatalon könyvei jelenhessenek meg. Kitartás kell mindenképpen, meg türelem szerintem. Addig, amíg talál az ember egy olyan kiadót, aki tényleg elolvassa, és azt mondja, hogy ez így mehet. Például az nem sokat számít, hogy nekem már jelent meg könyvem előtte. Ez szerkesztő függő is egyébként, és nagyon tényleg nagyon türelmesnek, meg hát elfogadónak kell lenni, vagy hát nem is tudom, mert nagyon sokszor a szerkesztők ugye belenyúlnak esetleg a könyvbe, esetleg olyanokat változtatnak, ami úgy nem tetszik, hogy beleszólnak valami, de ezt most szeretném elmondani, hogy a kiszámolósba semmit nem változtatott a szerkesztő, úgyhogy erre is nagyon büszke vagyok, hogy úgy csúszott át, ahogy volt, ahogy én megírtam. Ez ritka? Nem tudom, én nekem az előző szerkesztőm nagyon odafigyel, és nagyon-nagyon alapos, és nagyon sok mindenbe belejavít. Úgy látszik, hogy ez a szerkesztő pedig lazábban kezelte ezt az egészet. Nem tudom, ez ugye szintén szerkesztő kérdése, vagy azóta annyit fejlődött az írás technikám, ami egyébként nem meglepő, és hogyha az ember a két könyvet elolvassa, főleg, hogyha kicsit így irodalomban jártas, akkor észreveszi azokat a dolgokat, amiket levetkőztem, amit nem írok túl, amit már megtanultam másképp kezelni. Nekem nagyon kellett ez az egy év a Turci István keze alatt, hogy fejlődjek ilyenekben, ilyen stilisztika, nyelvhelyesség, ilyen finomságok, apró írás technikai finomságok. Mik ezek az apró finomságok, amin úgy gondolod, hogy jó, hogy már túl vagy? Hát például ugye az előző könyvem mondjuk az sok szereplős is volt, tehát ott sok tinédzsert kellett irányítani, de például minden egyes mondat után mondjuk majdnem ott van, hogy mondta lazán, Zénó, vagy szólt, tehát így úgy a szereplők, és ezt, hogy beszéddel érzékeltetni azt, hogy, vagy tudni, hogy ki beszél, nem kell mindig oda tenni, hogy hogyan mondta, inkább cselekvésben kell megmutatni azt, hogy mit éreznek a szereplők, nem beszéltetni őket túl. A túlírás azt szinte teljesen levetkőztem, tehát minél szűkebben elmondani valamit. Ugye egy könnyebben is olvas az olvasó, mert nem érzi azt, hogy ez hosszú meg, hogy unalmas. A könyvbemutatón Dorkát és Dominikot Német Anna kérdezte. A könyvből Nagy Bogi olvasott fel részleteket. Az SK társulat rendszerint vígjátékokkal várja a közönséget, idei első bemutatójával azonban egy új terepen is kipróbálta magát a csoport.
Vidám jelenetekből állították össze Kész Kabaré című műsorukat, melyben a zene is szerepet kapott. Az előadásban elsősorban Rejtő Jenő jeleneteket láthattak a nézők, s jó néhány kuplé is felcsendülte az 1920-as, 30-as évek hangulatát idézve. Ha lehet választani, akkor inkább egyik se. Ha nem mondod meg egyet a nőnek, hogy távozod, akkor engem soha többet nem fogsz látni. Nem. Hát nem én vagyok a te Vénusz bolygód. Temetem! Nem én vagyok a te egyetlen oldacskád. Most azonnal mondd meg, hogy kié vagy. Igen, mondd meg, hogy kié vagy. Hát az enyém. Többet bújkálni mindezére nőskék elől. Maguk pedig tudják meg, hogy nekem ettől az embertől két gyerekem van. Ez ki? Az üstökös. Mindezt meg fogok tudni magyarázni. Magyarázd meg, de most és nagyon gyorsan, és tudd meg, hogy én nem vagyok hajlandó többet visszamenni abba a szekrényben. Pedig milyen szépen berendeztem. Nem azért mondom, de ha már ilyen szépen összeértünk... Maga csak a... fogja be a száját, Szombati. Söprögessen a saját háza előtt, ott is van mit. Kérem szépen az én magánügyeimet, ne citáljuk, kérem szépen. Én úgy bízom a menyasszonyom, mint hogyha itt feküdne, kérem. Itt feküdne. Te mondod, hogy félsz a nőktől? Hát csodálom! Nézd rájuk! És ez így megy, nap mint nap. A Kész Kabaré című előadás jeleneteit Nagy Imre válogatta, és rábízták a szereposztást is. Főként Rejtő Kabarékat keresett, illetve néhány későbbi korból származó vidám történetet választott. A csapat együtt rendez leginkább, itt most Szilárd segített sokat nyilván, de tulajdonképpen a mi kettőnk elgondolása érvényesült. Milyennek álmodtátok meg ezt az estet, és olyan lett-e? Pörgősnek álmodtuk meg, és mondom még egyszer, hogy a klasszikusok közül válogattunk, tehát itt Rejtőkabarék voltak leginkább, és hát egy-kettő a modern időkből is belecsúszott azért, mert most már lassan ők is klasszikusnak számítanak. A pörgőség úgy gondolom, hogy sikerült, bár ezen még lehet egy kicsit javítani, és nyilván nem minden esetben szól közbe a technika ördöge, bár az itt néhányszor előfordult, sajnos, de hát ezt nem lehet kiküszöbölni. Hozzasztóan sajnálom, nagyságos asszonyom, de... Semmi, de! Nálam nincsen semmiféle, de... Maga engem szerződtetni fog, és punktum, ha akarja, már itt is maradok. Nem akarom. Értse meg, nem akarom. Én akkor is maradok. Nálam fő a rend. És ha én azt mondtam, hogy maradok, akkor maradok. És ha én nekifekszem, akkor én fellendítem, kérem, ezt a forgalmat. Majd meglátja. Na, nézzük, hol a mai posta. Ne szóljon egy szót se. Ezt a hónapot tekintsük próbahónapnak. Bocsásson meg, asszonyom, de nekem van egy társam, és én a társammal minden egyes dolgot meg szoktam beszélni. Azt kitesszük, kérem. Hát ezt nem hiszem. Különben is. Legyen ekkora céghez két tulajdonos. Bőven elég egy tulajdonos és egy titkárnő. Bár ha ilyen titkárnő van, mint én, kérem, akkor a tulajdonos is felesleges. Mennyi pénzzel van bent a társa? Hát pénzzel speciál én vagyok bent. De önállunk a szakértő, kérem szépen. Hol jön ő az én szakértelmemhez? Hát de nem is ismeri. Mert ha ismerném, akkor nagyobb szakértő lenne. De én azt ne haragudjon, nem tudom megmondani. Sok akkor munkához. Hol szoktak önök hirdetni? Hirdetni mi? Sehol nem hirdetünk. Jó, erre visszatérünk később. Hallott-e ön már a Beregi Ingatlan Forgalmi Irodáról?
Igen, kérem szépen, a legnagyobb konkurenciát képestem. No, látja azt, tegnap még én vezettem, itt a bizonyítványom. Én tegnap a Beregivel összeveztem, kérem, és kiléptem. Nekem ma ön megtetszett, és én ide beléptem. És Hullám Izabella garantálja magának, hogy 3 hónap múlva ugyan ott tartunk, ahol a Beregi. Hát csak, és azt mondjam, én roppant kellemetlen helyzetben érzem magam. Nem baj, kérem, nem baj, majd megoldjuk. De mielőtt nekiállnánk a munkának, először is tisztáznunk kell egy-két részletet, ugyanis pár évvel ezelőtt már, megbocsásson az összehasonlításért, de teljesen önhibámon kívül kegyetlen leány kereskedők karmai közé kerültek, kérem. És aki kegyetlen leány kereskedők karmai közé kerül... És hogy szabadult? Hogy szabadult meg? Elengedtem. Itt most ebben az estben te hogyan érezted magad, és melyik volt a kedvenc jeleneted? Én roppant jól éreztem magam, és a roppantból tudni lehet, hogy a Hullám Izabellából. Én nagyon szerettem ezeket. Valahol talán ez áll a legközelebb hozzám, ez a vidámság, a bohóckodás, a hangulatcsinálás, és nagyon tetszett. Mondom, a 4 jelenetből a Hullám Izabella volt talán az, ami a legközelebb állt hozzám. Miért? Nem tudom, azt hiszem, hogy az Imre jól választott, hogy rám bízta ezt a szerepet, és valahol talán sikerült megfognom a karaktert. Tehát térjük vissza erre a hirdetés dologra. Melyik újságba szoktak hirdetni? Mondtam az előbb, de nem hirdetünk mi egyetlen újságba. Akkor a mai nappal reklámkampányt indítunk el. Az egyik újságba leadjuk azt a hirdetést, hogy dollármilliómos ügyfelünk részére bérpalotát keresünk azonnali készpénzfizetés mellett Budapesten. De nincs is dollármilliómos ügyfelünk. Nem baj, kérem. Nem baj, majd lesz. Bízd el csak rám. Erre a hirdetésre ahány ház eladó van Budapesten, azt bejelentik nálunk. Na már most egy másik újságban lehagyjuk azt a hirdetést, hogy bérpalota tulajdonos halálesete miatt sürgősen eladó. Erre a hirdetésre ahány ember házat akar venni Pesten, az jelentkezik nálunk. A vevőket és az eladókat összeeresztjük, kész az üzlet. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Igen, kérem, tudom. Aztán majd kitalálunk mindenféle reklámszöveget, amivel felhívjuk magunkra a figyelmet, mint például Indiába sóért, ezért Lárnett Gandhi, vegyen nálunk telket, Jóska Pista, Balmai. Ez remek, ez remek. Igen, tudom. Aztán majd még kitalálunk egy-kettőt. Jó, lássuk munkához, úgyhogy maga üljön oda. Kérem, így van. És írja, amit diktálok. Nem, kérem szépen, én nem fogok írni. Hát valami szellemi munkát magának is kell végeznie, kérem, üljön le. Nem, nézze, én a tulajdonos vagyok, és én nem fogok írni. Üljön le. Nem írott le, nem. Azt mondtam, hogy ne üljön így. Amikor elkezdtünk ezen gondolkodni, egy kabari estet raknánk össze, és ugye különböző jeleneteket, egy az, hogy borzasztó nehéz a kabari irodalomban olyan jeleneteket találni, amiben mondjuk sokan ő. És nálunk ugye sokan ő. Tehát ott kezdődött az egész, hogy én azt gondolom, az egész kabari irodalom az a férfiakra íródott, mintha csak a férfiaknak lennének problémáik, és ugye ezt parodizálják ki, vagy túlozzák el ezekbe a jelenetekbe. És tehát ez is benne volt. A másik, meg mondtam az Imrének, hogy mi lenne, ha feldobnánk egy kis zenével. És hogy énekelnék kuplékat, amik egyébként ennek a korszaknak a dalai, amikor ezek a kabaré jelenetek íródtak. Lesz maga Jussz is az enyém, csak az enyém. Karika gyűrű nagyobb, hat a kezé, kacakhat gúnyosan a még felé. Lesz maga Jussz is az enyém, csak az enyém, az enyém. Belefért így a Pák is aranyom, aztán a Lesz maga Jussz is az enyém, aztán a Jönne velem nagycsát Simmit járni. Hát az Én mellettem elaludni nem lehet, az inkább 50-es évek, ugye ez egy Sota Irén szám, és a
Gyere, te Némad, az meg szintén ez a 20-as, 30-as évek, ugye ott az a lényege, hogy a cselédlány színésznőnek szeretne állni, és hát persze nem sikerül, felveszik, csak takarítónőnek. Mi alapján válogattad a dalokat? Próbáltam a kabaré jelenetekhez is valamennyire kapcsolódni, meg hát végül is, legyünk őszinték, ezek voltak a tarsolyunkban, és úgy gondoltuk, hogy a személyiségemhez ez áll a legközelebb. De azért érdekes, mert mindegyik kuplé más jellegű, más sorsot idéz, más története van, ezért jöttem ki mindig más ruhában, mert úgy gondoltam, hogy ez ugyanúgy hozzátartozik a megjelenés a dalokhoz. Megtiszteltem ezzel a dalokat és a szerzőket is. Ön az a szerencsés, aki elsőként próbálhatja ki ezt a csodaszert. Ja, igen, igen, de ennek a szerencsének van a bizonyos árnyi oldalai, ugyanis egy új találmány. Attól lesz biztonságos, minél többen kipróbálhatnak. Nem kell aggódnia. Éveket töltöttem azzal, hogy tökéletesítsem ezt a két stimulást. Sajnálok, de ön csak ugye az egyiket vesz igénybe, de a másik is korszakalkotó. Nézze, önnek erre a sárga dobozban van szüksége, ebben van ugyanis a Herkules bombon. Ez minden egyes embernek a szerelmi vágyát az egekig emeli. Micsoda formák, micsoda formák! És még a hatása! Ne dobja félre megunt idegrendszerét, ne tegye félre lelankadt szerveit, bármely kor, bármely lankadság, mert hát ugye egyszer a férfi hiúságon is eljön az a kis piszok. Ott van az a kis nő, hogy szeretne megkaparintani. És akkor jön Peremi féle Herkules bombon, mely átalakítja őt ifjú bikává. Vénmarhából. A kabaré jelenetek is a vidám műfajhoz tartoznak, szereti a közönség, stájolni is könnyebb ezzel, mint a vígjátékokkal, mondták az SK társulat tagjai. Igazából hátsó szándék vezérelt bennünket, hiszen szeretnénk vidéken is minél többet szerepelni. A nagy darabjaink sajnos akkora színpadigénnyel bírnak, hogy a díszleteket nem tudjuk kis falukban felállítani kis kultúrházak színpadaira. Így aztán arra gondoltunk, hogy csinálunk egy olyan humoros estet, ami könnyen mozdítható, kevés díszlettel, és mégiscsak megfogja valahol a közönséget, hiszen a kabaré klasszikusai közül válogattunk. Hogyan válogattatok? Mi volt a szempont? Nyilvánvaló, minden válogatás alapja a csapat létszám, illetve a hölgyek és a férfiak aránya. Ennek megfelelően próbáltunk olyan darabokat összeállítani, illetve összehozni, egy csokorba gyűjteni, amelyekben mindenki tud szerepelni, de nem mindegyikben mindenki. Tehát egy forgószínpadszerűen próbáltuk így megoldani, úgyhogy aztán így sikerült. Járunk falvakba, kis településekre, és hogy ott valami olyat, ami oda is humoros irodalmi műsorral próbálkoztunk, aztán azért az annyira nem volt vevő rá senki, tehát annyira nem működött a dolog, és akkor felvetődött, hogy mi lenne a kabarét csinálnak, és akkor itt szépen apránként aztán 2 vagy 3 kabaréval indult, és akkor mindig növesztettük egy picit, hogy kiadjuk az 1 órát, 1.5 órát, és aztán elérkeztünk idáig, hogy megvan ez az 5 jelenet, illetve a kuplék. Van ez a piros doboz, ez húskomoroknak való. Ha egyet vesz be belőle, mosolyog. Ha 2-t kacag, a 3-at vagy annál többet, egyszerűen nem tudja abba hagyni a röhögést. Hát kicsit más, mert hogy azért a kabaré műfaj az nem egy vígjáték, de próbáltunk törekedni igazából arra, hogy itt is úgy játszunk, mint hogyha egy normál vígjáték lenne. Persze megvannak a kabarének a szabályai, amik azért nem lehet változtatni.
talán sűrűbben vannak a poénok, vagy egyszerűbbek a történetek, de szerintem bőven fekszik. Hát nem mindenki szereti a kabarét a csapatból, de nem látszott meg az előadáson szerintem, hogy ki az, aki nem. És mivel hogy készülünk egy komolyabbból is, úgy gondoltuk, hogy most ebben azért, hogy megmutatni egy picit még a vidámabb oldalát is a csapatnak. Persze ez nem jelenti azt, hogy lesz egy komolyabb, hogy nem lesz többet vidám, lesz vidám. Ez egy kitérő volt, és azt gondolom, hogy jól sült el. Ugye volt egy olyan elvetemült ötlet, hogy ez addig bővít mindig tovább egy-egy kabaréval, és akkor végén lesz belőle egy egész este, egy 2-3 óra, de nem, ezt azt elvetettük. Milyen szörnyű tragédia történt, amikor ön szeretett édesanyám meg. Erdő maga mit nevet az, hogy az édesanyám meghalt? Ez egy tragédia. Mondja, hogy mi történt. Sokkal tervezetesebb ember. Tudja, hogy nekem egy csoda borzasztó volt, amikor szegény Filis Csabán elütötte a tűcét. Semmi sok! Elképzel! Jön a tűzik! Tessék! Tudja el, hogy miért kell. Aztán eltemettem. Aztán meghasonlottam a férjemmel. Aztán jött az a szörnyű tragédia, amikor tüdőgyulladást kaptam! Erről mit tervezed, hogy én tüdőgyulladást kaptam? Hát ez nagyon nagy tragédia! Én annyira ezekben nem érzem jól magamat, tehát én jobban szeretek egy színdarabot játszani, tehát ahol folyamatosan változik a történet, folyamatosan változik a karakter, de attól még tehát megpróbáltam megoldani ezt a feladatot, ahogy kérték, de nem igazán szeretem az ilyen kabaré jeleneteket, de ezt tudják a többiek is. De ha már választani kell, melyik állt közel a szívedhez abból, amit itt láttunk? Hát igazából mind a három. Tehát amiben én szerepeltem, tehát végül is mind a három, tehát azért is így lettek a karakterek kiválasztva, tehát akinek, amelyik tehát testhez álló volt. Tehát végül is mindegyik nem volt rossz. Tehát azért nem azt mondom, hogy rossz volt bent játszani, de azért ez így, én nem vagyok ilyen, hogy is mondjam, tehát ilyen alkat. Tehát én egy kicsit úgy kicsit komolyabbakat szeretek játszani. Nekem is. Vehetnék még egyet? Tehát kétszeres hálával tekintünk ödre, úgyis, mint kaptársunkra, úgyis, mint... Rendek csinos máma, nagyságos asszonyom! Maga is olyan snájdig legény! Egészen olyan vértrottyúnak láttam, mint le most valami. Maga is olyan volt, mint egy vész szatyor, de most már... Bemutatkozott a társulat új tagja is, Károlyi Szabina. Tavaly ősszel csatlakoztam a csapathoz, láttam a hirdetésüket, hogy új tagot keresnek, aki kedvet kapott hozzá. 15 éve versenyszerűen vers és prózamondó vagyok, akadt szabad időm, szerencsére, és szerettem volna mindenképp valami ilyesmivel kitölteni, hogyha már ritkábban járok versmondó versenyekre. Ezt sem hanyagoltam el teljes mértékben, de szerettem volna valami mást is elkövetni ez ügyben, úgyhogy így esett a választásom az SK társulatra itt Pápán. Miért épp ők? A humor miatt elsősorban. Sokan vannak, többféle színes egyéniség, férfiak, nők egyaránt, és remélem majd idővel nekem is alkalmam adódik mindegyik nemmel játszani majd színpadon. Sok jó gyermekkönyv jelenik meg manapság, buzdítsuk kisebb és nagyobb gyermekeinket arra, hogy olvassanak meséket, verseket, regényeket. Számukra mi is ajánlunk most könyveket, könyvjelző című műsorunkban. A könyvajánlóval két hetente jelentkezünk, frissen megjelent kiadvánnyal gyerekek és felnőttek részére.
Itt a könyvjelző, benne három új kiadvány. Az Élmények és látnivalók Magyarországon című könyv a kirándulni, nyaralni, táborozni, kedvtelésből sportolni induló családoknak, baráti társaságoknak, túravezetőknek, vagy éppenséggel az otthoni fotelükben, képzeletben kalandozóknak készült. A kötet az élményszerzésben, a különleges kalandok átélésében segít. Megmutatja, hogy ennek az országnak nem csupán műemlékeit, természeti értékeit érdemes csokorba szedni, hanem újszerű vállalkozásait, extrém és szabadidős sportolási lehetőségeit, bor és gasztronómiai kultúráját, rendezvénynaptárát is. Grafikával kiemelt tippek százait ajánlja a könyv a családosoknak, a bakancslistát íróknak, a wellnessmániásoknak vagy az amatőrfotósoknak. A szerkesztők reménye szerint ez a könyv jó útitársa lehet a kirándulóknak és túrázóknak. Az Élmények és látnivalók Magyarországon című könyvet felnőtteknek ajánljuk. A kiadványt a Wellpress könyvkiadó gondozta. Vajon a Földön hol látnak gyakran UFO-szerű lényeket? Hol táplálkoznak mérgező növényekkel? Hol látogathatók víz alatti városok? Hol potyognak halak az égből? A Minden, ami furcsa a Földön című kötet mindenre választ ad. A kötetben több mint 60 látványos térkép szemlélteti a legmeghökkentőbb természeti és természetfeletti jelenségeket, a legfurcsább embereket, helyszíneket és történelmi eseményeket a világ minden tájáról. A rengeteg képpel és ábrával gazdagított színes kötetet gyermekeknek ajánljuk. A kiadványt a HVG Könyvek Junior könyvkiadó adta ki. Bogyó és Babóca történetei ebben a szép könyvben a hónapok meséiről szólnak. A kisgyerekek belőle végigkísérhetik az év hónapjait. A könyvben 12 mese szerepel, a hónapok, évszakok jellegzetességeit követve. Minden hónapra jut egy történet, melyekben szinte az összes szereplővel találkozhatunk. A Katica lány és a Csiga fiú történetei a 2004-es első kötet óta számos elismerést szereztek. A sorozat megannyi jótékonysági ügyet szolgál, a kötetek pedig több nyelven is megjelentek. Bartos Erika könyvét a kisgyermekes családoknak ajánljuk. A szép kiadványt a szerző jelentette meg. Műsorunkat az Anna könyvesbolt támogatta. A hétvége és a jövő hét ezúttal kevés programot tartogat a városban, miután a kormány veszélyhelyzetet hirdetett és korlátozta a rendezvények látogatottságát, a legtöbb programot Pápán is lemondták. Így a vasárnapra meghirdetett március 15-i ünnepséget sem tartja meg az önkormányzat. Kiállításokat, kirándulást és mozifilmeket azonban ajánlunk a figyelmükbe. Jöjjenek a következő hétnap helyi programjai. A Pápavárosi Televízió programajánlójában ezúttal, március 14-től szombattól 20-áig péntekig ajánlunk Önöknek helyi rendezvényeket. Március 15-én vasárnap újra kirándulni indulnak a JMSK bakancsos természetjárói. Az útvonal Ganna, Táncsics emlékmű, Nyúlhegy, Döbrönte. A csapat 10 óra 35 perckor indul az autóbuszpályaudvar 2-es kocsiállásáról. Vissza 3:45-kor jönnek Döbröntéről. A kirándulók a Táncsics szobornál és az 1848-49-es emlékműnél emléklapot és kokárdát helyeznek el. A kiránduláson most is mindenki csak saját felelősségére, gyermek, diák, szülői felügyelettel vehet részt.
A városban két olyan kiállítás is nyílik, melynek ünnepélyes megnyitóját a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében nem tartják meg. A tárlatok azonban látogathatók. Így az Albrecht Dürer, a reneszánsz zseni és kora március 15-től vasárnaptól tekinthető meg az Eszterházi kastély időszaki kiállító termeiben. A pápai református gyűjtemények munkatársai március 15-e kapcsán rendeztek be tárlatot. A kiállítás korabeli helyi relikviákat mutat be a látogatóknak. A JMSK arról értesítette látogatóit és közönségét, hogy a koronavírus megjelenésére tekintettel és a fokozott fertőzés veszély elkerülése érdekében az intézmény március 31-éig minden meghirdetett rendezvényét lemondja, lehetőség szerint elhalasztja. A változásokról az elektronikus felületeken adnak tájékoztatást. A Városi Könyvtár is erről számolt be Facebook oldalán és honlapján. Rendezvényeik elmaradnak, a kölcsönző azonban várja az olvasókat. A Kékfestő Múzeum egy közleményt adott ki, melyben arról informálja a látogatókat, hogy a tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozások és rendezvények határozatlan ideig szünetelnek. A múzeum csak egyéni látogatókat fogad. A Deák Ferenc utcai Petőfi mozi is korlátozásokat vezetett be. A nézőszámot 90 főben maximalizálták, és jövő hét közepétől egy nap két filmet láthat csak a közönség. A következő hét napban vetítik többek között az Előre című animációt, amint egy főnök és a Bloodshot című filmeket. Ez utóbbiból íme egy kis előzetes. És kép indít! Drágám, megjöttem. Memories are made of this. Mi ez a hely? Sajnálom, hogy tőlem tudja meg, de nemrég meghalt. A cégünk javítja az amerikai hadsereg legfontosabb technikáját. A közkatonát. Maga az első, akit sikerült visszahoznunk a halálból. Alaposan feljavítva. A vénájába ültetett technika egy hadseregnek is elég lenne. Nem csak erősebb lett, de azonnal gyógyul is. De durva. Mondja csak, emlékszik valamire? A feleségem. Most meg hova megy? Van egy elintézetlen ügyem. Megkeresem a csávót, aki megölte a feleségemet, és végzett vele. Na jó, kapcsolják ki! És kép indít. Oké, ki a következő kiiktatandó célpont? Mondja, emlékszik valamire? Nem találkoztunk már? Hát szerintem nem. A legendás képregény alapján. Ezek csak játszanak veled. Amit valóságnak hiszel, az nem az. És kép indít. A vakmerőség. A vérében van. Nem parancsolhatsz nekem. Biztos benne? A maga fajtáját a bosszúvágy teszi. Kivételesség. Semmit sem tudsz a fajtámról. Hát ez bitang jó. Bloodshot. Az előbb is ez ment. Ugyanazt a számot ismétlik. Hamarosan a mozikban. A Petőfi Filmszínház részletes műsorairól a mozi Facebook oldalán vagy honlapján a pápamozi.hu-n tájékozódhatnak.